hollandi sztárja épp a személye miatt érkezik. Daniel Kellman értesülvén arról, hogy Jonathan Franzen itt lesz Budapesten, ezért a Goethe Intézet és az Osztrák Kulturális Fórum közreműködésével ellátogat Budapestre, de hát, hogy milyen remek írók jönnek el hozzánk, Kjell Westö, a finn születésű és svédül író, vagy svéd születésű és Finnországban élő, ezt nem tudtam eldönteni, Slovo Avineri érkezik hozzánk, Dan Lungu, Jan Matei, Ilma Rakuza, Dragan Berikic, tehát nagyon rangos írók látogatnak hozzánk, és Szlovákiából is a kortárs szlovák irodalom két legnagyobb alakja, nem véletlenül, mert a jövő esztendőben folytatódik a díszvendég országok bemutatkozása, és át is adnám a szót Szigeti Lászlónak, nagy szerepe van abban, hogy ez a díszvendégség összejön. Köszönöm szépen! Nem egy világsztár ország lesz jövőre, 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendége. Nem egy olyan ország, amely meg akarja váltani az európai civilizációt. Egy szomszéd kis nemzet irodalmi kultúrája lesz a 23. Budapesti Könyvfesztivál vendége. Szlovákia, hivatalos nyelvén szlovák köztársaság. A szlovák kulturális kormányzat teljes melbedobással támogatja ezt az elképzelést, illetve elfogadta a MEKEK elnökségének a meghívását és a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál meghívását, aminek azért örülök különösen, mert a magyar könyvkultúra bizonságot tesz az arról, hogy a szomszéd népek iránt is érdeklődik, amit rendkívül fontosnak tartok. Közép-Európáról eddig a lengyel és a cseh irodalom mutatkozhatott be a könyvfesztiválon. Remélem majd a román és a szerb, vagy a horvát irodalom mindegyik nagyon erős, de bennünk természetesen élnek ezek a történelmi atavizmusok és reflexek, hogy a szomszéd népek iránt jóval kevesebben érdeklődünk, és szerényebben érdeklődünk, mint az erősebb kultúrák és nemzetek iránt, ami egyrészt természetes reflex, hisz úgy gondoljuk, hogy a nagyoktól és az erősektől kell tanulni, de a nagyságot és az erőt a szomszéd népek kis nemzetében ritkán vagyunk hajlandók észrevenni. Nekem meggyőződésem, hogy a szlovák irodalom jövőjévi megjelenése, a szlovák társadalomtudomány, a szlovák társadalomtudomány jövői megjelenése kiváltja a magyar média és a magyar sajtó érdeklődését. Annyit tennék hozzá, mert itt látom Úsegyi Gábort, a szlovák intézet igazgatóját, hogy ők már megtették az első lépést, hogy vendégül látták a szlovák irodalmat, fordítókat, és meghívták oda a magyar könyvkiadókat, és egy bőrzét tartottak, hogy mi az, amit érdemes lenne lefordítani. Ez is jelzi azt, hogy mennyire nem figyelünk oda, hogy a szomszéd népek irodalmára ténylegesen arra, hogy milyen kulturális potenciál mutatkozik, és van jelen ezekben az országokban. Én még egyszer köszönöm azt, hogy a MEKEK elnöksége megszavazta ezt a díszvendégséget, és nagyon örülök, hogy a szlovák köztársaság ezt